Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Üdvözöllek titeket egy újabb vlogban. A mai nap be fogom nektek mutatni az év utolsó lábedzését. Ez egy kőkemény lábazás lesz. Remélem, hogy ilyen hangulatban és ilyen programmal jó lesz itt hagyni ezt a 2021-et. Most kicsit eltűntem, kicsit több ideje nem készítettem videót, de most én is megpihentem a karácsonyi időszakban. Viszont a jövő évtől újra visszajön a grind, és csak úgy tolni fogom ki a videókat. Hát a mai videóban elviszlek titeket a SciTech Goldba magammal edzeni, egy nagyon brutál lábazásra. Aztán utána még beszélgetünk egy kicsit az újévi fogadalmakról, hogy érdemes megközelítenetek ezt a témát, illetve én is mesélni fogok a sajátjaimról egy kicsit. Workoutom egy kis banán lesz ezzel a pormogyoróvajjal, amit bekevertem. Néz ki túl esztétikusan, de nagyon finom lesz, és energiát ad majd a jó kis guggoláshoz. És egy kis kávé is, természetesen a cukormentes mandula tejjel. Tartsatok velem a kondiba, és utána pedig beszélgetünk egy kicsit, hogy inspirálódhassatok, és ti is jó hangulatban fejezzétek be az évet, és motiváltan induljatok neki 2022-nek. Na, hát itt is vagyunk már a kondiban, kedvenc edzőtársammal, Viktorral, úgyhogy most a Viktor segíteni fog guggolni, mert az a lényeg, hogy minél nagyobb súlyokkal dolgozzak, és így, hogyha ő segít, akkor az biztonságosabb. Hát meg motiválni fogom természetesen, hogy legyenek azok a súlyok tényleg nagyok. Gondoltam, hogy voiceoverben adok pár tippet az edzés közben, hogy mire figyeljetek. Itt a fejemen láthatjátok is, hogy eléggé nehéz nekem ez a súly jelenleg, ezért is van mögöttem a Viktor. Itt láthatjátok is, hogy akár edzőtársatoknak hogyan kell segíteni a guggolásban, mert így azért biztonságosabban lehet használni nagy súlyokat, és jobban tudjátok feszegetni a határaitokat. Itt már egy még nagyobb súllyal próbálkoztam, ez nekem most eléggé nagy öröm volt, hogy sikerült a 70 kilóval beleguggolni. Itt azért láthatjátok, hogy a végén már Viktornak bele kellett segítenie, de így is teljes értékének számít, és tényleg fontos itt, amire figyeljetek, hogy helyesen hajtsátok végre a gyakorlatot, egyenes háttal, és menjetek le elég mélyre is. Sok sikert hozzá, én ezt a szabadsős guggolást preferálom, ez az, ami leginkább megdolgoztatja a lábatokat. A következő gyakorlat, ez a csípőtolás, ezt már többször láthattátok nálam. Én szinte minden lábedzésembe beleillesztem ezt a gyakorlatot. Nagyon jó fenékformáló. Itt is fontos, hogy egyenes legyen a hátatok, és a csúcsponton jól feszítsétek meg a feneketeket, és az még fontos, hogy próbáljátok meg sarokból nyomni, mert akkor fog igazán bekapcsolódni a farizom. Ez pedig a sumo guggolás, ezt is rúddal végeztem. Itt amire figyeljetek, hogy kifele nézzen a lábfejetek, és minél nagyobb terpezben álljatok, és a térdetek is kifele mutasson, és kicsit szűkebben foghatjátok meg itt a rudat, hogy minél lejjebb tudjátok engedni, de itt is maradjon egyenes a hátatok, és végig feszítsétek a hajlítótokat és a feneketeket. Nagyon szépen formálja a feneket, és én láthatjátok, hogy szeretem a szabadsúlyos gyakorlatokat előtérbe helyezni. Ezek a törzs és stabilizáló izmokat is nagyon jól megdolgozták. Ez a szabadsúlyos gyakorlat, a merevlábas felhúzás, amire itt figyeljetek, hogy próbáljátok a csípőtöket minél jobban hátra billenteni, tartsátok egyenesen a hátatokat, és jól nyúljon meg a hajlítótok. Körülbelül így a sípcsont közepéig szoktam én engedni a rudat, minél közelebb a lábatokhoz, és fontos, hogy egy kicsit be is hajlíthatjátok a lábatokat, és így fog a leginkább dolgozni a hajlító és a farizom. A következő nagyon hatékony gyakorlat, ez a fekvőhajlító. A szög annyira nem a legjobb, de talán láthatjátok itt is a lényeget. Itt nagyon fontos teljes mozgástartományban végezni, és jól koncentráljátok rá, hogy a hajlítótokat dolgoztassátok. Próbáljátok a csípőtöket minél jobban belenyomni a padba, és a legkevésbé emelkedjen fel a feneketek. Ezt a gyakorlatot dropsetben végeztem, hogy viszonylag nehezebb súllyal megcsináltam 10 ismétlést, majd utána annak az 50-60%-ával megint 10 ismétlést pihenő nélkül. Egyébként helyettesíthetitek az ülőhajlítógéppel, vagy az állóhajlítógéppel, mindegyik nagyon szépen megdolgoztatja ezt az izmot. És utolsónak végeztem egy jó kis bedurrantós popsi gyakorlatot az esti bulira. Nem, csak vicceltem, ez befejezésnek nagyon jó a lábedzésre. Egy izolációs fenék gyakorlatról van szó, hátrarúgás kábelen, ezt mutattam már nektek. Koncentráljatok itt is nagyon a farizmotokra, és ez nagyon szépen fogja formálni. Ezt egyébként szuperszetben végeztem, egy ilyen oldalra rúgással. Ez inkább a kis farizmot dolgoztatja meg, és teljesen kiéget így, hogyha ezt egymás után megcsináljátok pihenő nélkül. Először ugyanarra a lábra, majd a másikra is. Ezzel fejeztem be az edzést, remélem, hogy tetszett. Próbáljátok itt is ezt az atomjó lábformáló edzést, az edzéstervet szokásosan pedig megtaláljátok a leírásban.
Na, most, hogy végeztem az edzéssel, beszéljünk akkor egy kicsit erről az új évről. Hogy hogyan érdemes fogadalmakat tennetek, tervezni? Én már nem vagyok híve ennek a hatalmas ígérgetésnek, hogy majd jövő évtől ez meg ez változik, meg én majd így megváltozom, úgy megváltozom, mert hogyha túl nagyot akartok vállalni, és nem tartjátok be, akkor csak csalódást fogtok okozni saját magatoknak. Úgyhogy én azt tudom elsőként ajánlani, hogy inkább kisebb lépéseket tegyetek a változás érdekében, hogyha ezt szeretnétek elérni az új évben. Még ami segíthet, és én is meg fogom tenni, hogy szerintem reflektáljatok erre a 2021-re. Nézzetek vissza, hogy miket értetek el, miért vagytok büszkék magatokra, mi az, ami nagyon-nagyon boldog pillanat volt, tehát nyilván a pozitív részeket kell előnyben részesíteni, hogy mi volt jó ebben az évben, hiszen tele volt eseménnyel, élménnyel, ebben biztos vagyok mindenkinek, illetve eredményekkel is, és ezeket pedig tudatosítsátok magatokban, és legyetek rá büszkék. Viszont azért a hibákat, botlásokat is jó számra venni, hogy ezeket még egyszer ne kövessétek el mondjuk 2022-ben. Azt is sorakoztassátok fel, hogy miket tanultatok ebben az évben. És akkor mindezek fényében lehet terveket szövögetni persze, mert szerintem energetikailag az új évbe való átlépés azért nagy löketet tud adni motiváció szempontjából is, és én úgy gondolom, hogy ezáltal tud segíteni a céljaitok és az álmaitok elérésében az, hogy most átlépünk egy másik évbe. Ne csüggedjetek, ha nem sikerült minden, amit elterveztetek mondjuk 2021-re, még mindig van bőven időtök. Szerintem fontos is, hogy szövegessünk terveket és célokat így januártól kezdődően. Nem mindegy, hogy mindezt hogyan tesszük, tehát nagyon fontos, hogy reális célokat lássatok magatok előtt, és tényleg nyilván fontos, hogy legyenek álmaitok, viszont ne próbáljátok meg túl nagyra lőni, mert ahogy már mondtam, ha ezek nem sikerülnek, vagy nem úgy sikerülnek, hogy ti terveztétek, akkor az csak csalódás lesz. Tehát adjatok magatoknak annyi szabad teret ezekben a célokban, hogy a megvalósítás az rajtatok múlik, és még nagyon sok másik tényezőn is. Az is jó ebben, hogy tök kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni az új évben, viszont nagyon fontos, hogy tervekkel is induljatok neki, és tudatosan, ahogy már mondtam, szerintem a tudatosság és a következetesség az, amivel igazán el lehet érni a célotokat. Ami még azt mondják, hogy segít, hogyha leírod ezeket, tudatosítod magadban jobban. Tehát igazából én azt mondom nektek, hogy szerintem semmi rossz nincs azzal, ha valaki fogadalmat tesz, mert igénye van a változtatásra, a változásra, csak azt úgy tegyétek, hogy reálisan lássátok a dolgokat, és olyan dolgokat fogadjatok meg, amiben 100%-ig biztosak vagytok, hogy nem fogjátok feladni. És utána pedig kitartóan és következetesen is kell tenni értük, tehát az nem elég, hogy nagy szavakat mondtok, hanem, ahogy már mondtam egy korábbi motivációs videómban is, hogy fel kell állni és cselekedni kell. Most erre biztatnálok titeket, hogy persze szépen ki lehet gondolni, le lehet írni ezeket a terveket, fogadalmakat. Viszont ne töltsetek túl sok időt a gondolkozással, meg az erről való beszéddel, hanem inkább a tettekkel foglalkozzatok, hogy mik azok a lépések, amiknek nektek végig kell menni, ahhoz, hogy közelebb kerüljetek ehhez a célhoz az új évben. Ne helyezzetek túl nagy nyomást magatokra ezekkel kapcsolatban, hanem inkább azzal kapcsolatban legyenek elvárásaitok, hogy minden egyes nappal az új évben is tegyetek a céljaitokért, amiket ti megfogadtatok itt 2021. december 31-én. És hogyha már erről van szó, akkor én is mesélnék egy-két dolgot, hogy mit szeretnék változtatni az új évre, mi az, amit el szeretnék érni. Nyilván a legeslegnagyobb terveimről nem szeretnék most beszélni, én azokat megtartom magamnak egyelőre. Nekem fontos célom például ezekkel a videókkal kapcsolatban is, hogy egyre jobban fejlődjek a szerkesztés terén is, illetve a content kreálás terén is, minél izgalmasabb és edukációsabb tartalmakat tudjak nektek hozni, illetve hogy pont ezzel még tovább építkezzem egy kicsit a brandemet, Instagramon is, a modellkarriert is szeretném ugyanúgy folytatni, és még magasabb szintre emelni. Testfelépítéssel kapcsolatos céljaim is vannak így az új évben, így januártól elkezdve már teljes erőbedobással. Azon leszek, hogy minél több izmot építsek, és legfőképp a lábaimra koncentrálva. Az a testrészem az, amin én nagyon sokat szeretnék fejleszteni még többet 2022-ben is, és amiben igazán nagy változást várok. Szintén nagyon fontos célom a kondiban, hogy az erőszintemet növeljem, hogy minél nagyobb súlyokat mozgassak meg, egyéni rekordokat döntögessek, és akkor úgy érzem, hogy 2022-ben szintén közelebb kerülök a célomhoz, hogy minél jobban nézek ki a színpadon. A mindennapi életben is tehát szeretnék minél izmosabb lenni, minél formásabb, és én szerintem ezért a célomért tenni fogok, eddig is tettem, csak szerintem úgy érzem, hogy ez mindig lehet fokozni. Tanulmányaim terén szeretnék egy
ötös záróvizsgát tenni, hogy ötös legyen a diplomám, ez nekem szintén nagyon fontos. Szeretnék az emberi kapcsolataimon is javítani még tovább, illetve elmélyíteni azokat, amik vannak. Nekem megvan az a baráti köröm, akiket nagyon nagyra becsülök, és nagyon régóta megvannak, és a velük való kapcsolatot szerintem szintén lehet még tovább fejleszteni, úgyhogy ez is célom, hogy annyi időt töltsek a barátaimmal, amennyit csak lehet, és meghallgassam őket, illetve hogy én is jobban kifejezzem magam. Szeretnék a kommunikációmon még mindig fejleszteni, hogy minél jobb előadó legyek, és minél jobban tudjak prezentálni, hiszen ez például itt a videózásnál is nagyon fontos. Én is szeretném bevezetni ezt az életembe, hogy leírom a gondolataimat és a céljaimat, és lehet, hogy ez majd minőségi változást fog hozni az életembe. Tehát, ahogy láthatjátok, ez egy kicsit elvontabb célok, és igazából adok teret annak, hogy ez most végülis hogy valósul meg. Nyilván minden rajtam múlik, ezt én is tudom, és szeretném, hogyha megmaradna nekem ebben a motiváció, viszont nem tűztem ki tényleg elrugaszkodott hatalmas, 180 fokos változásokat hozó célokat. Nekem az már egyszer megvolt, amikor váltottam erre a fitness életmódra, de most nem akarok magamból teljesen kifordulni. Én úgy érzem, hogy most jó irányba haladok, viszont januártól, ahogy mondtam is már energetikailag, az új évbe való belépés miatt egy újult erővel tudok neki fogni ezeknek a céljaimnak a folytatásában is, és hogy elérjem mindazt, amit megálmodtam magamnak. Remélem, hogy nem volt túlságosan összezavaró ez a pár tanács és példa az én életemből is, és remélem, hogy tudtok belőle inspirálódni. Legyetek proaktívak az új évben, keressétek a lehetőségeket, álljatok bele mindenbe, feszegessétek a határaitokat, mert akkor fogtok igazán jó élményeket szerezni, és akkor tudtok igazán fejlődni, mint emberileg, mind előrelépni az életetekben is. Úgyhogy én is ezt tervezem az új évre, minél több lehetőség megragadása, én lelkesen megyek bele. Szerintem fontos a hozzáállás, illetve az, hogy lépsz át 2022-be, mert akkor olyan lesz az egész éved. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a 2022 a mi évünk lesz, a tietek is, és az enyém is, és ettől semmi nem tántoríthat el. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, remélem tetszett a lábedzés, és kipróbáljátok. Hogyha kipróbáltatok, akkor írjátok meg, hogy tetszett. Mire kijön ez a videó, már új év lesz. Mindenkinek nagyon jó bulizást, és boldog új évet. Húzzuk meg ezt a 2022-t, mert nagyon jó év lesz. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, osszátok meg másokkal is, és ami a legfontosabb, iratkozzatok fel. És jövőre, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!